Gólokban gazdag finálét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm az M4 Sport nézőit. Győr Ferencváros a női El Clásico kézilabda bajnokságban, hogyha lehet így fogalmazni. Két mérkőzés, amelynek az első fejezete hamarosan elkezdődik. A ferencvárosi hölgyek már túlestek a bemutatáson, őket láthatjuk most a pályán. A nagy zenevona, illetőleg a picit sötétebb aréna pedig azt jelenti, hogy hamarosan elkezdődik a győri hölgyek bemutatása is. Lesznek búcsúzók a győrieknél, emiatt pedig egy különleges kisfilmet is levetítenek, ezért néhány tekintet fölemelkedett természetesen a plafon irányába, íme ez a bizonyos kisfilm, mert hogy vannak távozók a győrieknél, de hát egy ilyen különleges motivációs kisfilmmel is készültek a helyiek, hogy esetleg így buzdítsák az övéiket. Nagy meccse van, kilátás még akkor is, hogyha az előző találkozón ugye amikor a két csapat összecsapott, akkor a Magyar Kupa 4-es döntőinek az elődöntőjével játszottak egymás ellen, és akkor 25-24-re, azaz csupán egyetlen góllal tudott nyerni a Győr, azt követően pedig a fináléban az érdi csapatot is legyőzte, és így sorozatban 12-szer is a közelmúltban elhódította a Magyar Kupát. Azt megelőzően viszont a bajnokságban volt egy találkozó, ahol nyert a Győr, és a két bajnokok ligája találkozón azon a három mérkőzésen összesen 41 góllal bizonyult jobbnak a Győr. Hát többek között erre is mondta azt Elek Gábor, miközben jönnek már persze a győriek is. Az a Kovacsics Anikót is láthattuk, aki egy picit talán más szemszögből készül majd erre a találkozóra, mert hogy ez lesz az utolsó mérkőzése. Hogy pályafutása során azt nem tudjuk, de néhány évig biztosan a Győri Audietto arénában győriként, hiszen a következő idényben már a Ferencváros erősíti. Szóval, amikor három meccs alatt 41 góllal kikapott a Fradi, akkor is azt mondta Elek Gábor, és most a mérkőzés előtt is azt hangsúlyozta, hogy tökéletes védekezés kell, átlag feletti kapus teljesítmény, és el kell kerülni a lerohanás gólokat. Csak akkor lehet esélye a fővárosiaknak a győri csapat ellen, amely ugye nem is olyan régen a Bajnokok Ligája fináliában a román Bukarest ellen hetesekkel kikapott és elveszítette a döntőt, de hát ezzel kapcsolatban is mindenki azt mondta, hogy igazából az egy orosz rulett volt, de akinek szeme van a kézilabdához, mondták a szakértők, azok mind láthatták, hogy igazából a Győr volt a finálé győztese. Túl vagyunk a játékosokon, és most már ember az Martinon is túl vagyunk, a spanyol vezetőedzőn, aki ugye korábban még a női kézilabda válogatott társszövetségi kapitánya is volt, pont a mellette álló Elek Gáborral egyetemben, de ugye tegnap óta már a dán Rasmussen vezeti a magyar válogatottat, éppen az a úriember, aki a Bukaresttel le tudta győzni Ambrose Martin együttesét a BL-ben, és hát minden további akkor következzék a himnusz után majd.
van még néhány üres szék itt a győri csarnokban, de ez lassacskán azért biztos, hogy több mint fél ház, és talán háromnegyed ház is lesz majd hamarosan. Itt láthatjuk a vendég Ferencvárosnak az összeállítását. Elek Gábor mindenkire számíthat, egyedül Szamoránszky Piroskára nem, aki ugye már a Magyar Kupa 4-es döntőjén sem állt a zöld-fehér mester rendelkezésére, ugyanis Szamoránszky Piroska a közeljövőben anyai örömök elé néz majd, akinek természetesen ezúttal is gratulálunk. Itt pedig egy ünnepélyes díjátadó a mérkőzést megelőzően, méghozzá Pál Tamarát díjazták, 2015-ös év női serdülőjátékosát. Pálinger Katalin korábbi győri klasszis adta át neki ezt a díjat. Itt pedig a győriek kerete sok a sérült. Planéta Simonetta, Módi Bernadett, Tomori Zsuzsa, Korsos Dorina, és a közelmúltban ugye a BL 4-es döntőjén pedig Hársfalvi Júlia is feliratkozott a maródiak listájára. Itt pedig Heidi Lőke, a vastaps neki szól, mert hogy a 2015-ös esztendőben magyar bajnokságot tekintve a legjobb női külföldi kézilabdázónak a norvég klasszist választották meg, aki ezúttal is egészen parádés szezont fut, hiszen 94 gólt szerzett az alapszakasz során, és 12-t a rájátszásban. Itt pedig Ambrose Martin, a vendégek, pontosabban a hazaiak vezetőedzője, aki óriási nagyot ölelkezett Elek Gáborral a mérkőzést megelőzően. És a három győri távozó, akiknek a szurkolói egyesület ad át egy-egy virágcsokrot, a norvég különítmény Ida Alstad, Linn Sulland, illetőleg Kovacsics Anikó. Ugye utóbbit itt láthatjuk, aki ráadásul a következő idéntől már a rivális csapatot erősíti majd. Hát Kovacsics Anikó 2006, azaz 10 esztendő óta szolgálja a győrieket. A Nagyatád együttesétől érkezett még 7-szeres bajnok, 9-szeres kupagyőztes az Etóval, 2-szer megnyerte a Bajnokok Ligáját is, 2013-ban pedig a legjobb ifjúsági játékosnak is megválasztották a BL-ben. Sulland, a norvég jobb átlövő, pedig nem hosszabbítja meg a szerződés. Idást, tehát ugye pedig kölcsönben érkezett eleve Norvégiából. Vanyus Attilát is köszöntik, aki a Magyar Kupa 4-es finálé idején ünnepelte 70. születésnapját, de azóta ugye most játszik ismételten hazai környezetben a Győr. Az Etónak az örökös tiszteletbeli elnökéről van szó, úgyhogy utólag is Isten éltesse őt, és hát persze legalább ennyi esztendőt kívánunk még neki. Ő is Pálinger Katalintól kapott egy emlékplakettet, korábbi kiváló győri klasszistól, illetőleg a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökétől is. Hát, hogy a meccs végén aztán kik azok, akik majd fogadhatják esetleg az ellenfél gratulációját, az hamarosan kiderül. Az viszont biztos, hogy a mérkőzés játékvezetőit láthattuk az imént a képen. Bacs József, illetőleg Vona Szabolcs lesznek majd, akik figyelnek ezen a találkozón. És hát valóban én is ugyanazt kérdeztem a mérkőzést megelőzően a két vezetőedzőtől, amit a stúdióban Petrovics Mirej Andrá is feszegetett, hogy meg lehet egyáltalán még lepni valahogy a másikat, mennyire unja egymást a két csapat, de hasonló válaszokat kaptam mind Ambrose Martintól, mind Elek Gábortól, miszerint Magyarországon, és hát ugye ahogy azt hallatok, Európában is a legjobb 8 csapat közül 2 láthatunk itt most hamarosan, amely való igaz, hogy nagyon-nagyon jól ismeri egymást, ráadásul a két vezetőedző, mivel a magyar szövetségi kapitányi poszton is osztozott néhány hónapon keresztül, ezért még jobban megismerte egymást, és nagyon-nagyon összecsiszolódtak, de egyébként hatalmas a tisztelet a másik személye iránt, illetőleg a másik egyesület iránt is. Azt mondták, hogy úgy nagyon újat biztos, hogy nem fog tudni húzni egyik csapat sem, de azért apróságokkal készültek, és persze az utóbbi időben a finom hangolásé volt a főszerep. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy bár a győrieknél van több sérült, ugye 5 személyt illetően, mégis ennek ellenére még talán így is a hosszabb kispad a győriekén. Nerea Pena ölelkezik még össze Szikora Melindával, hogy a jó kapus teljesítményen is rengeteg múlott ezen a mérkőzésen. A cipő pedig már nincs annyira a legjobb állapotban. Láthatjuk, Broknak kellett egy sarok ragasztót is használnia.
némileg feszült tekintetek, de azért talán majd valamelyest az örömjátékot is láthatjuk majd. Az biztos, hogy felszabadultan kézilabdázhatnak, hiszen most már kettő mérkőzés van csupán hátra a szezonból. Ugyanakkor a tét természetesen óriási, az aranyérem, még akkor is, hogyha nem ezen a mérkőzésen fog vélhetően eldőlni. Fehérmezben láthatjuk majd a ferencvárosiakat, míg zöldfehérben a hazaiakat, a Győri Etót. A Fradi kezdi a találkozót, amelynek a fő célja az lehet, hogy olyan eredményt érjen el, hogy a következő találkozón, ugye a visszavágón, amelyet majd jövő héten rendeznek a Népligetben, úgy futhassanak ki a pályára a fradisták, hogy abszolút maradt még esélyük arra, hogy megvédjék a címüket. Hornyák, nincs gól egyelőre, kimarad az első helyzet a találkozón, és már is jöhetnek az Eto játékosaik. Nedlikova teszi vissza, Amorim szép elzárást kapott, és Szikoráról bepattan. A brazilé az első találat. Lőke remekül helyet csinált neki, és picit el is tolódtak a ferencvárosi védők, ott pedig óriási rés keletkezett, úgyhogy Amorim góljával indul a találkozó. Szucsánszki kiharcol egy szabad dobást, illetőleg egy sárgalapot is Szucsánszki Zita. Lőke kapja a sárgát, akit egyébként jelöltek az év legjobb női kézilabdázójának díjára is, Gróttal egyetemben. És ott van még Nóra Mörk is a jelöltek között, aki ugye a következő esztendőben majd szintén a Győrieket erősíti. Újabb sárga kártya, ezúttal Pena harcolta ki, és jöhet a találkozó első 7 méterese. Természetesen Szekerc és Tuca végzi majd el, aki ennek felelőse. Grimsbő vele szemben. Grimsbő véd! A kipattanót pedig sikerül összeszedni a hazaiaknak. Grimsbő is szenzációs formában az utóbbi időben, de gyakorlatilag az egész szezont kiválóan védte végig. 2015. januárjában érkezett még az SPR csapatától. És borzasztó motivált volt már a bemelegítés során is. Elképesztő elszántsággal lépett ő is föl a pályára, de hát ez nála igazából megszokott. A harmadik perc kezdődik meg, egyelőre egyetlen találat a mérkőzésen, a brazil Amorim szerezte. Lőke megy be harcolni, ez is 7 méteres lesz, és ez is egy sárga kártya. Szekeres Klára kapja. Róth az, aki egy nagyszerű indulócsert követően végül is mennek a cifrán. Előtte volt már egy lökés is. Görbic Anita kezében a labda, Szikora Melinda vele szemben. Ez bent van, 2-0. Ami a túloldalon kimaradt, az most Görbic kezéből ismételten gólt eredményezett. Idegesen kezd egyelőre a Fradi. Erre is fölhívta a figyelmet Elek Gábor, hogy nagyon koncentrálnia kell a csapatának az első 10 percben. Nem szabad, hogy hamar nagyon nagy előnyre tegyen szert a Győr, mert onnan szinte biztos, hogy nem fognak tudni visszajönni. Rákezd a hazai publikum, Görbic pedig ismételten a pályán, ezúttal ő van a szélen, és Kovacsics pedig irányítóban, akire Pena figyel. Lőkére pedig ott középen Cipra, illetve Hornyák, Szikora véd, és ezúttal nem fújnak. A lerohanással pedig Kovacsics Mónika lehet, de nincs bent, továbbra sincs meg az első ferencvárosi találat. Hiába Szikora védése, aztán már Amorim tovább. Kovacsics, Amorim, ez is nagyszerű csel volt a braziltól, újabb sárgalap. És picit, mint a fájlalná a térdét is Amorim. Szucsánszki kap sárgát, mert meglökte a brazilt, és aztán még Cifra is azért megtette a magáét. Fokózódó taps közben a lelátóról. Szekeres. Egyelőre nincs kiállítás. Ezt reklamálták a győri szurkolók. Elek Gábor pedig mutatja, hogy menjetek közelebb egymáshoz.
szépen átölelte az egyébként már sárga lappal rendelkező szekeres ellenfelét. Grótot egészen pontosan. Megint nála a labda, Kovács is le a szélre. Sacül két kézzel félig lerántotta ellenfelét Knedlikovát, újabb sárga kártya. Meggyűlik a baja egyelőre a fehérmezeseknek a győri támadásokkal. Amorim, Görbic, passzívot jeleznek a játékvezető, Görbic megy föl, gól! Gyönyörű találat! A 7 méteres után akcióból is eredményes Görbic Anita. Nagyszerűen húz befelé, és aztán éppen csak Szikora Melinda ujjai mellett még a bal alsót kilövi. 3-0-val kezd a Győr. Benám, neki is jó most az induló csele, egy szabad dobást sikerül kiharcolnia. Löke, illetőleg Brock azok, akik remekül összezártak. Egyszerre szenvedett egyébként ebben a szezonban vereséget a Győr a Fraditól. Még tavaly november 4-én, amikor az FTC hazai pályán 29-28-ra egy igencsak heroikus küzdelmet követően le tudta győzni az Eto csapatát. Egyébként az alapszakaszban mind a két csapat 41 pontot gyűjtött, azonban jobb gólkülönbségének köszönhetően végül is a Győr nyerte ezt a presztízs csatát. És aztán ugye az alapszakasz másik meccsén 33-22-re győzött a Győr. Grimsby újabb védése közben. Amorim. Összezártak előtte, ez is hetes. Megint Szucsánszki, illetőleg Cifra volt az, aki megráncigálta egy picit a győri játékost, Prokot. Görbic Anit a kezében ismét a labda. Az első hetese, gól lett. A második is. 7. perc elején járunk, 4-0 a Győrnek. Magabiztos büntető, ez is ezúttal a másik irányt választotta. Sacül és Kovacsics Mónika van a Ferencvárosnál a két szélen, és beállóban pedig Cifra kezd. És továbbra is ő az, akinek ott mutatnia kéne valamit. Szaboránszki Tiroska kiválásával mind Cifra, mind Mészárosra sokkal több lehetőséget kap támadásban is. Mind a kettő azt mondta egyébként, hogy ezt nagyon-nagyon élvezik, de néhány meccs azért kell még ehhez, és Szucsánszki lövését is hatástalanítja Grimsből. Pena hozhatja még. Pena megy föl, ez is Grimsbőjé könnyedén, sőt az indítása éppen csak hosszú lökének. Pedig ez egy tipikus győri gól lett volna a két norvég összejátszását követően, hajszál híján, de ezúttal hosszú volt a kapus labdája. Középen láttak valamit a játékvezetők, ezért veszik el a labdát a Fraditól, és ez továbbra is azt eredményezi, hogy nincs fővárosi találat egyelőre a mérkőzésen. Szekeres jön vissza védekezni. Kellett Ambrose Martinnak azért jobban, és picit talán többször is beszélnie a győri hölgyekkel az elveszített PL döntőt követően. Főleg azt mondta, hogy azért kellett igazán lelket önteni a játékosokba, mert hogy a játék képe alapján az övé voltak a jobbak, és így elveszíteni egy PL döntőt, az borzasztóan tragikus egy csapat számára. Az nagy játék, Kovács is a szélen, Szikora véd, az első védése. Egészen pontosan talán a második, még a meccs elején volt egy. Egy két perces kiállítás azonban közben Szekeres Klárának. Tele Gábor elismeri a tényt, miközben ott szorongatja már az időkérést jelző táblát. Ember hátrányba kerül az FTC. Cifrával beszéli meg Szekeres, hogy mi történt. És ha eddig nem volt egyszerű helyzetben a Fradi, akkor most meg végképp nehézbe került. Az Ácsik Sacőre nagyon figyel Löke. Szácsik, Szucsánszki. Büntető lesz. És megállítják a játékvezetők az órát, mert
Kovacsics Anikó nagyon fájdalmas arccal rogyott össze. Igen, ott talán Szucsánszki könyökével találkozhatott, illetve a labdával is. Ezért fájhatott, és abban fáj még most is Kovacsics Anikó arca. És ráadásul lehet, hogy rosszul is esett, illetve beszorult a levegő. Igen, most ezekből a mozdulatokból arra következtetek. Junior Prima díjas is Kovacsics Anikó. Utolsó mérkőzése ez, tehát a Győr színeiben hazai pályán. Az Etónál egyébként belemenést is reklamáltak, de a játékvezetők büntetőt ítéltek. Na nézzük penát! Mellé! Grimsbő a második hetest is hatástalanítja, még akkor is, ha ebben most nem ért bele, de kiimádkozta valahogy a labdát, talán egy picit súrolta a bal kapufát, fenn a 7 méterese, de eltelik lassan 9 perc úgy, hogy a bajnoki finálé első találkozóján a Ferencváros nem tud a kapuba találni. Ráadásul ember előnyben még egy percig a győriek, Amorim Szikora véd! Ez is nagy bravúr volt most tőlem. Lélektanilag ráadásul nagyon fontos pillanatban sikerült hárítani a Szikora Melindának. Nyilván a Fradi most nem sietteti annyira ezt a támadást. Egész a szaggatottig majdnem föltolja a védekezést a Győr. Medlikova pedig ott figyel Penára. Csacu van most beállóban, kényszer helyzetben. Szabaddobás lesz. Erős Fücsó a lelátóról, mert passzívot reklamálnak, meg is kapják, a játékvezetők emelik a kezüket. Szucsánszki, Pena, eddig engedték, elveszik a labdát. Picit azonban hátrébről kell elvégezni a szabaddobást, így nem lehet most lerohanni a Fradit. Van ideje visszarendeződni a fővárosiaknak. Pár másodpercen belül ráadásul letelik a kiállítás. Amorim, most kiegészülhet az FTC, jön Szekeres. Görbic! Arcon találta Szikora Melindát, akinek a védését lehet dicsérni, de nyilván lehet, hogy szegény azt se tudta hirtelen, hogy hol a labda. Épp amikor jön ott Szekeres tízessel, akkor Görbic elemi erővel pont telibe találja Szikora Melindát. Uff, azt nagyon fájhatott. Görbic aztán rendkívül sportszerűen oda ment Szikorához és elnézést kért tőle. Nyilván abszolút semmi szándékosság nem volt ebben a lövésben, de szép jelenet volt, és jó volt ezt látni. Hát eleg Gábor eddig bírta. Nyilván Szikora miatt is jó ez az időkérés. A 11. perc kezdődik meg, és 4-0-val kezdett a Győr. Majdnem történt. Kihagytál két hetes, meg kihagytál egy indítás ígyszert. Azon kívül lövöd azt, amit megbeszéltünk, hogy ne. Egy kicsit használjuk már a fejünket, a védekezés rendben van. Kaptál a 4-ből értett 2 lerohanásgól, ennyi van közte. Igadj már le egy picit, bal fejéren kóváljuk a pályát, nyugalom van már. Jó? Továbbra is az a kérdés, hogy élek a futók, nem érdekes, hogy megállít. Gyere! Hűssük, induljunk el labda nélkül, be kéne lőni a helyzeteinket, semmi más nem kéne. Jó? Gyerünk, szedd össze magad! Jöjjenek a rövid egyesek keresztbe! Jó, gyerünk! 2-3! Jelen Gábor próbált egy picit lelket önteni az övéibe. Két lerohanásból emlegetett, illetőleg azt, hogy folyamatosan kihagyták az ígyszereiket. Itt volt az egyik legnagyobb, ugye, amikor az FTC vezetett egy lerohanás, de Kovacsics Mónika lövése a felső lécről kijött, és valóban két hetest is elhibázott a Fradi. A bemelegítés során egyébként nem látszódott az a csapaton, amelyről most beszélt Elek Gábor, hogy falfehéren kóvályognak, ugye szó szerint ezt említette. A csapatok nagyjából egyszerre 40 perccel a kezdő sírszó előtt érkeztek ki a pályára melegíteni. Nézzük, hogyan hatott az időkérés a csapatokra. Tud-e valamit változtatni a Fradi? Fel tud-e kicsit pörögni bele a döntőbe? Penálót zárnak össze. Brock, illetve Groth. Amorim volt az egész pontosan Brockkal. Zácsik, tolják őt is nagyon kifelé, ez pedig könnyedén Grimsbő újabb hárítása.
annyira még nem is teszik egyébként próbára a norvég hálóört. Nagyon jól kiszorítják a ferencvárosi hölgyeket a támadásaik során a győriek, és belekényszerítik őket olyan lövésekbe, ahonnan már nagyon nehéz lenne gólt szerezni. Gyakorlatilag Grimsbø neki tálcán kínálják a védéseket a hazaiak. Pályán most négyesen Alstad is a győrieknél, aki ugye kölcsönben érkezett télen tehermentesíteni, pontosabban pótolni a sérült Tomoric. Szikora véd. Talán az egyetlen, akire egyelőre nem igazán lehet panasz a Fradinál, már öt védése van. Grimsbø hatnál jár a túloldalon. Zácsik megpróbálkozott a lehetetlennel. Brock mellett húzta volna meg. Szucsánszki. Kicsit az ötlet hiánya látszik egyelőre a Fradin. Nem igazán tud mit kezdeni a Győr védekezésével. Középen próbálják erőltetni egyelőre nagyon. Szélről pedig egyetlen támadása volt mindössze a Fradinak, még a 20. másodpercben egy Hornyák helyzet. Megint nagyon jó a Győr védekezése. Elképesztően határozottak hátul, és megint fenn a bírók keze. Benalöviel mellé ez is. Megfojtja egyelőre a Fradi játékát a Győr. A vendégek szerencséje azonban az, hogy Szikora Melinda egyelőre hátul állja a sarat, és ezért csak 4-0 a találkozó állása. Görvic kicsúszott a kezéből a labda, aztán a két édesanya, Zácsik, illetve Görvic voltak azok, akik megpróbálták begyűjteni a lasztit. Görvic Zácsik mellett próbálkozott ismét, szabad dobás, ott lökét vetköztették le majdnem. Alstad. Löke óriási csatában ott Cifrával, viszont most megszerzi a labdát a Fradi. Kovacsics Mónika az elsőt kihagyta, ez már bent van. Hát, majdnem 13,5 percet kellett rá várni, de megszületett az első ferencvárosi találat is. Egy indítást követően. Ezúttal nem jött ki a felső lécről a labda. Nem sok hia volt egyébként, hogy hamarabb leérjen a lába Kovacsics Mónikának. Alstad, Görvic Cifrával, aztán Löke húz vissza befelé az eredeti posztjára. Elveszik a játékvezetők a labdát, az indítást, Sal pedig Sacül nem tud begyalogolni, mert hogy Janek Nedlíková remekül visszaért és visszazárt. A cseh hölgy egyből elkezdett sprintelni Sacüllel, amint hallotta a síp szót. Zácsik, ez is hetes. Kérdés, ki vállalja el, mert hogy az elsőt kihagyta Szekerci, és a másodikat pedig Nerea Pená. Szucsánszki, Zita lesz az FTC csapatkapitánya. Grimsbø továbbra is természetesen a győri kapuban. Ez bent van. Szucsánszki töri meg a Ferencváros hetesből szerzett góljainak a csendjét. 4-2. Szorosabb védekezést kér közben a Telek Gábor az övéitől. Ami pozitívum a Fradi védekezésében az az, hogy Lökét egyelőre nem nagyon tudták megjátszani a hazaiak. Viszont a szélről jön azonban Nedlíková, és megszerzi az első találatát a mérkőzésen. 5-2. Most lemaradt róla Sacül Zácsik. Jó volt a csele, és Cifrához kerül valahogy a labda. Ő pedig köszöni szépen, és él a lehetőséggel. 5-3. Sacül majdnem labdát csend. Visszafújják azonban a játékvezetők. Szabaddobást kap Amorim, akinek a helyére jön Alstad. Szekeres és Cifra megint középen, akik nagyon-nagyon figyelnek Lökére. Görbic. Grót egyedül,
nincs újabb találat. Cikora. Kicsit vaktában cserélnek most a győriek. Szucsánszki le a szélre, Sacül mellé. Másodszor a meccsen került helyzetbe egy szélső tulajdonképpen a Fradi részéről. Zitzer volt Sacül helyzete. Valamelyest azonban kezd belejönni a mérkőzésbe az FTC, ennek köszönhető az is, hogy a hazai publikum megint rákezd egy kicsit. Nem mondhatjuk azt, hogy most potyognának a gólok. Sok helyzet kimarad, és a kapusok sem védenek rosszul. Középen ott Szekerest kell figyelmeztetni Lökével szemben. Görbic pedig mutatja a figurát. Hallstad. Görbic, Szucsánszki figyelt rá nagyon keményen. Viszont belemenést sem tudott kicsikarni. Passzívot jeleznek a játékvezetők. Nedlikova másodszor is megcsinálja, fölé ejti most. És nincs hetes sem, hiába nézett kérdőn a játékvezetőkre. Szucsánszki. Zárcsiknak nagyon magas volt a passza, viszont van négy győri induló is. Löke ezt szenzációsan csinálja, az Eto, és ott is a gól. Ahogy megvolt a labda Grimsbő kezében, 4-1-ben fordult a Győr, egészen félelmetes módon. Löke passzát követően pedig Brock is betalál. 6-3. Ugye ha Szucsánszki passza esetleg pontosabb és Zácsik befejezi, akkor 5-4 is lehetett volna. Ehelyett megint visszaállt a három gólos különbség. Ilyeneken is múlik nagyon sokszor a Győr ellen. És azt ebben a szezonban azért többször is láthattuk, olvashattuk, hogy a lerohanásokra nem nagyon tud készülni a Fradi. De hiába készül, ha egyszerűen jön a Győr és átrobog a fővárosiakon, ahogy teszi ezt most is Nike Groth személyében. Ismét 4 közte, 4-0-át követően. Egy eladott Zácsik labda, Groth pedig először csak kocogott, majd a végén egy laza testcsellel elküldte Szucsánszkit, és a hetedik gólt is bezúdította a Ferencváros kapujába. Zácsik távolról! Az meglepte most Grimsbőt is. Óriási gól Zácsik Szandrától. Az első találata a meccsen. Amorim, nagy passz lett volna. Nincs szabad dobás, Kovacsic Mónika tud a lerohanással menni, és az indítás gólt megint sikeresen végrehajtja. Szikora adja a gólpaszt. Érdekes módon tűnt persze ott el egy picit a paszt követően az egyik győri hölgy. A játékvezetők azonban nem ítéltek most szabálytalanságot. Nedlikova helyén 22-essel a jobb szélen most Orbán Adriánt láthatjuk. Amorim nem talál kaput. Szikora pedig rendkívül dühös, mert már indította volna a társakat, akinek a többsége háttal futott előrefelé. És ez megint egy elkapkodott akció volt. Az Ácsik Pena összjáték egyelőre nem úgy muzsikál, mint azt szeretné az FTC. Sok a hiba azért mind a két oldalon. Talán egy kicsit a fáradtság, a szezon vége. Meg hát azért nyilván mégiscsak egy bajnoki döntő első mérkőzéséről van szó. Orbán kénytelen visszafordulni. Groth! Óriási gól! Nagyszerű találatot Cipra kezei alatt gyakorlatilag. Szikora meg pont semmit nem láthatott. Éppen az előtte álló társnak köszönhetően. Nyolc-öt. 10 perc van még hátra az első félidőből. Zácsik. Most be tud menni Zácsik, de előtte már közbesípoltak a játékvezetők. Visszahúzták Zácsikot egy kicsit, ezért már nem volt érvényes a találat.
Szucsánszki készül valamire. Most indul a figura. Szucsánszki kapja vissza Grimsbővét megint. Ráadásul Szucsánszki elől maradt, igaz Orbán is győriek szempontjából hátul, de Görbis teljesen üresen, és ez megint egy milyen gól tőle. Hát a két hetes gólja is persze óriási koncentrációt igényel, de a két akciógólja az mind magáért beszél. Borzasztó a erővel könyörtelenül fel a léc alá. Megint négy közte. Hamarosan cifra helyére jön majd a Ferencvárosban Mészáros Rea, ő kezdett el most kicsit intenzívebben melegíteni. Zácsik egyedül megy be és gólt lő. Itt most megvárták az akció végét a játékvezetők. 9-6. Most is húzták, mondták persze rendesen. Grimsbő is tehetetlennek bizonyult ezúttal. Amorim. Groth. Az nagy bejátszás. Löke, hogy fordult kapura, te jó ég. És 2 perces kiállítást kap Cifra Anita. Egy nagyszerű megoldást láthattunk Lökétől. Mint ebben az idényben is oly sokszor. Nem volt egy könnyű zsákmány, és egyébként ennek ellenére, hogy visszahozták, még így is kapura tudott fordulni, szenzációs. Görvic eddig 2-ből 2 hetest értékesített. Bejött Tomasevics most Szikora helyére a Ferencváros kapujába, hát ha nagyobb szerencsével bír, és nagyobb szerencsével bír. A szerb hálóra, aki az idény végén távozik a Ferencvárostól, bele tud kapni Görvic büntetőjébe. Piro Blanka jön majd egyébként a Vác együttesétől a Fradiba. Így Szikorának is lesz egy hatalmas rivális, egy olyan kapu személyében, aki ugye a válogatottnál is azért elő-elő fordul. Zácsi, Grimsbő! Nagyon érzi ezen a meccsen is Grimsbő, hogy hova jönnek a lövések. Görvic, volt egy pillanat, amikor Löke teljesen egyedül maradt. Nem figyeltek azonban a társak, ezért nem tudták őt megjátszani. Brock helyére pedig természetesen jön Szulant támadásba. Groth le a szélre, Orbán helyzetben bent van. 10-6. Ember előnyben nagyszerűen kihasználták azt, hogy egyel többen vannak a győriek, és a szélén Orbán Adrien abszolút teljes mértékben egyedül maradt. Maga Orbán egyébként azt nyilatkozta a győriek hivatalos honlapjának, hogy olyan játékot szeretnének nyújtani, amelyre büszkék lehetnek, nem csak most, hanem majd a visszavágót követően is. És nem szeretne kapkodást, illetve nagy lerohanást, mert az elviheti a csapatot is rossz irányba. 20 másodperc még a Fradi kiállításából. Hamarosan Amrasz Mártin is időt kér majd. Fenn a játékvezetők keze, Penáp könnyedén levágódik a blokkról. Orbán. Túl sokat lépett a labdával Orbán. Legalábbis ezt mutatták a játékvezetők. És kiegészült közben a fővárosi csapat. Jobb szélre érkezett Lukács Viktória, Kovacsics Mónika helyére. És ott van beállóban Cifra helyén Mészáros is. Valóban változtatott át Elek Gábor, hát a Mészáros is tud még valamit csinálni ott a győri védők mellett. Szucsánszki egyelőre szabad dobást harcolt ki. Törlés miatt pedig megállítják a játékvezetők az órát. A Fradi a Debrecen ellen győzött egyébként az elődöntőben. Hazai pályán 31-24-re, idegenben pedig 26-25-re, így került a fináléba. A Győr pedig érdem 27-24-re, itt pedig 42-26-ra. Megint csak Grimsbő véd.
Orbán végig gyalogol most, Amorim Szikora véd. A lerohanást követően pedig mehet esetleg Lukács, de nem volt jó a passz Sacülnek, és mivel ketten is fekszenek a földön, lehet, hogy indokolt az ápolás. Itt, ahogy Orbán nekiment Szucsánszkinak. Amiatt maradt lent. Orbán Adrián is egyébként azt mondta, hogy mindenféleképpen vissza akarják szerezni a bajnoki trónt. Elismerik a Ferencváros képességeit, de ettől függetlenül nekik csak a győzelem lehet elfogadható, nem csak ezen a mostani meccsen, hanem úgy összességében is. És úgy tűnik, hogy nincs komoly baj a szerencsére Orbánnak, és tudja folytatni a meccset, cserét sem kér ráadásul, hogy esetleg pihenjen. Hornyák. Még engedik a játékvezetők, Mészáros óriási küzdelemben ott a Lökével szemben. Ez a passz nem jó, de egy szabad dobást így is ítélnek a Fradinak. Hornyák megy föl, Grimsbő! Mindenhol ott van. A tizedik védése a norvég kapusnak. Szenzációs teljesítmény, olyan, amely egy bajnoki fináléban kell az adott csapatnak ahhoz, hogy meg tudja nyerni a mérkőzést. Nem mint hogy a Szikorát olyan különösebb panasz érhetné, ő is hatnál tart, de Grimsbő pedig aztán végképp extra klasszis teljesítményt nyújt. Ez ráadásul becsorog most Szikora lábai között. Szulland első gólja. A norvég jobb átlövés ugye búcsúzik, mert nem hosszabbítja meg a lejáró szerződését a győriekkel. Annó egy éves kontraktus kötött az Etóval, és visszatér majd Norvégiába. Zácsik, szabaddobás ez is. 3,5 perc van még hátra egyébként az első félidőből. 5 gól a győr előnye. Zácsik tovább. Sacül teljesen üresen volt a szélén. Szucsánszki, ez is szabad dobás. Sőt, egy kiállítás Broknak. Így akkor most viszont van szansa az FTC-nek arra, hogy a fél időre úgy vonuljon, hogy picit kozmetikázza az eredményt. Na nézzük itt 31-esebb Brokkot. Hát meglökte Szucsánszkit, az tény és való. Ez mindig kicsit nehéz megítélni, és bírói felfogás kérdése, hogy most miért neki kiállítást és mi nem. Ember előnyben minden esetre először a mérkőzésen a Ferencváros. Hornyák, így is passzív azonban a játék. Zácsik egyedül megy be. Sokat lépett. Hát ahogy néhány perccel korábban elvették Orbántól, most elvették Zácsiktól is. Itt már ugye a kezében fogta a labdát. És aztán hiába a gól, mert többet lépett vele a kelleténél. Nem tud így egyelőre közelebb férkőzni a Fradi. Görvic. Kovacsic jön befelé, Groth. Két ember között szabaddobás. Ambrosz Martin kezében ott van a tévetű továbbra is. Még mindig nem kérte ki az idejét. Lehet, hogy majd, ha letelik a kiállítás. Közben itt, mint a belülvédekezés is lett volna azért egy picit. És most kéri ki akkor a spanyol mester. Valamivel kevesebb, mint 2 perc van hátra az első fél időből. A Győr ember hátrányban támad, és vezet 11-6-ra. Keep there! Keep the position here! We want to play! 2 against 2 in this side! And really open in the other side. Attention, Szucsánszki, go to this pass or miss it. If you see in the middle, that Szucsánszki, Korba, you play here, and you play in that side. If you see Szucsánszki, go, push 2 and 3, and ready you also to go. Heidi, stay, because if the ball comes, then go. If they go out from the middle, you can run, okay? If not, stay, and no risk in the pass. It's much better a shooter, okay? Go.
Lőke semlegesítését egyelőre megoldják a fővárosiak. Nem szerzett volt a norvég. Más kérdés, hogy olykor-olykor persze azért az árásokkal is tud helyzetet teremteni, és hát minimum egy, de sokszor két ember kell az ő tartására. De gól nélkül a hazaiak beállója. Fél perc van még a győri kiállításból. Kovacsics, Szikora! A kipattanót is aztán védi. Szucsánszki mehet, még 20 másodperc a vendégember előnyből, az belemenés. Fornyák, ha továbbadta volna egyből Lukácsnak, akkor talán még meg lehetett volna adni, hogy befejezze az akciót a Fradi, így viszont egyértelmű volt, hogy nem. Ráadásul hamarosan ki is egészül az Eto. Jön is vissza Szulant. Megkezdődik az utolsó perc az első félidőben. Groth. Szekeres, illetve Mészáros védekezett Lökével szemben. Aztán Löke volt szabálytalan, igen, kicsit oda ütött, oda könyökölt Szekeresnek és Mészárosnak, ezt vették észre a játékvezetők. Mészáros aztán már támadásban is fönt van. Pená. Görbicet kínálta meg egy labdával, szerencsére azonban visszapattant hozzá. Még 20 másodperc. Pená. Zácsik. Na mi lesz ebből? Lesz a lövés. Zácsik. Hiába. És így fordulhat a Győr. Van még hátra 4 másodperc. Groth, Orbán. Görbic lövi el mellé. És akkor ez a vége. Hát a fél időben a Győr 5 góllal 11-6-ra vezet a Ferencváros ellen. A finálé első mérkőzésen 5 gólt állt egyelőre a különbség, és nagyon-nagyon kevés a Ferencvárostól a 6-5 találat. Jön az értékelés a stúdióból. Túl sok gól, viszont óriási a csata, hogy arra számíthattunk. Győr, Ferencváros a szünetben 11-6. Pálinger Katalin, a győriek korábbi klasszisa, megkérdezte Orbán Adrientől, mikor levonultak, hogy megvan-e, Adri, az orrod. Azt hiszem, hogy együtt élsz te is most is, még a játék. Hogy tetszett az első félidő? Kemény voltam. Igen, hát Adri ugye azt a választotta, hogy már rég nincs meg neki. Tehát amikor valaki ilyen sorozatos ütközéseket kap, és az elmúlt meccsen is kapott egy ilyet egyébként, akkor biztos, hogy nagyon sokkal fájdalmasabb. Hát nagyon sok a technikai hiba, azt gondolom nem árulok el újdonságot azzal, hogy nagyon ismeri egymást a két csapat. Nagyon-nagyon jól védekezik a Győr, egy remek kapus teljesítménnyel mögöttük, és látszik, hogy arra készültek, hogy a Ferencváros átlövő játékát kiszorítsák. Nagyon jól működnek a kettes és a hármas kilépők is, és hát ha jól néztem, akkor egy gólt lőtt kintről a Ferencváros, és ez nagyban meghatározza az eredményt. Lerohanásban ugyan próbálnak lépést tartani a Győrrel, de azt gondolom, hogy a meccs végkimenetele is hasonló eredmény lett. Akkor te is úgy látod, hogy a Győr kézben tartja a mérkőzést, és azért árulkodó adat, hogy 13 perc után dobott először gólt a Fradi. Nagyon számít a gólkülönbség is. Milyen második fél időt vársz ebből a szempontból? Biztos a lányok is így gondolkodnak, hogy minél nagyobb különbség legyen közötte, sokkal nyugodtabban utazhat ugye a csapat a Ferencváros otthonába. Biztos, hogy mindent megtesznek ezért. Abban is biztos vagyok, hogy a Fradi nem fogja könnyen adni a második fél időt, de azt gondolom, hogy jobb formában van azért a Győr. Azt gondolom, jó kis meccset láttunk, köszönjük szépen Pálinger Katalinnak. Kedves nézőink, hamarosan jövünk vissza ide Győrbe, ne felejtjék, 11-6-ra vezet a Győr a Ferencváros ellen, és reméljük, hogy izgalmas és még több gólt hozó második fél időt láthatunk, hamarosan jövünk vissza.
Én bizony, köszönöm szépen. 1 perc és 15 másodperc van még hátra elviekben addig, amíg elkezdődik a második játékrész, és közben volt egy kis időm itt a szünetben, úgyhogy megnéztem, hogy az ebben a szezonban olyan még nem fordult elő egy Fradi Győr vagy Győr Fradi találkozón, hogy az FTC-t 10 lőtt gól alatt tartsa a Győr. Ez a legkevesebb, amit a Fradi ebben az idényben fel tud mutatni az Eto ellen. Hozzátéve azt, hogy a győriek sem lőttek ilyen kevés találatot a Ferencváros ellen a 30 percet követően, csak hát ugye így is 5 góllal vezetnek még. Nagy kérdés lehet esetleg majd az, amiről maga Elek Gábor is beszélt a meccset megelőzően, hogy szerinte a sérülések ellenére még így is a hazaiak hosszabb kispaddal rendelkeznek, mint a fővárosiak, és hogy esetleg majd a mérkőzés végéhez közeledve a fáradtság mennyire jön ki egyik vagy másik csapaton. Ugye a győriek azért több tét meccset játszottak, ráadásul, amit arról oly sokat beszéltünk már, túl is kellett magukat tenniük azon a bizonyos Bajnokok Ligája finálén is. A Ferencváros viszont talán egy picit, mintha elfogyott volna egyelőre. Minden esetre ezen a mérkőzésen biztos, hogy többet várt tőlük Elek Gábor. 4380 a hivatalos nézőszám, most tudtuk meg a helyi hangos bemondótól és speakertől. Egyébként a ferencvárosiaknak is a rendelkezésükre bocsátottak természetesen jegyeket. Egészen pontosan 302 jegyet vásároltak a fővárosi szurkolók. Hogy pontosan mennyien jöttek el, arról sajnos nincs információm, de azért egy olyan 150-en biztos, hogy itt vannak a fővárosból, a 9. kerületből is buzdítják az FTC-t is a kupadöntőn. Ami hát ugye egészen pontosan egy bajnoki finálénak az első találkozója, de a végén értelemszerűen majd ismét azért lesz nem csak aranyérem, hanem serleg is. No, megkezdődik tehát a második játékrész. 5 góllal vezet a Győr egyelőre, 11-6-ra az első félidőt követően a Fradi ellen, és talán ez az 5 gól, ez a határeset egyébként arra vonatkozólag, hogy most mennyire lenne elég vagy nem a visszavágón, vagy mennyire lenne megnyugtató. Szikora védéssel indul a második játékrész egyszer, aztán viszont Löke, aki az első félidőben nem tudott betalálni, most kipattanóból eredményes. 94 gólja volt az alapszakaszban Lökének. Most a rájátszásban, itt a felsőházi rájátszásban ez már a 20. találata. Egyik legeredményesebb győri természetesen az egész szezonban. Cifra kezd beállóban ismételten az FTC-nél. Az első félidő utolsó 10 percében Mészáros reaváltotta őt. Az a Cifra egyébként, aki a szezon végén távozik majd az FTC-től. Pena passza, talán erre Cifra sem számított. Hát a mögött kapott egy indítást a spanyol klasszistól. Pena, megint nem jó az átadás. Talán volt ott egy kis része, ahol lehet, hogy be tudott volna menni, inkább Zárcsikot hozta volna játékba. De ahogy az első fél időben sokszor ezúttal sem jött össze, ez pedig most könnyedén Szikoráé. Ő is 10 védésnél. Pena. Szucsánszki fordul le, és aztán kerül a földre. Groot terítette őt le. Szép leforgást láthattunk Szucsánszkitól. Sacül a bal, és Kovacsics Mónika a jobb szélen. Cifra teljesen egyedül gól. Most nagy labdát kapott Zácsiktól. Egy gólt szerzett az első játékrészben Cifra Anita. Ez most a második találata. Ugye az elveszített kupa elődöntőt követően azt mondta Elek Gábor, hogy a végeredménnyel nem elégedett, de büszke a játékosaira, mert akkor végre az a csapat volt a pályán, amelyet elvárt, és olyan mentalitással kézilabdáztak, amit el is vár az övéitől. Amrosz Martin pedig mondta, hogy most végre sokkal nyíltabb volt a találkozó, és óriásit kellett küzdeniük ahhoz, hogy a fináléba kerüljenek. Szerinte azért az inkább közelebb állt a valósághoz az a találkozó, mint mondjuk
a Bajnokok Ligája mérkőzések alatt Győr gyakorlatilag rommá verte a Fradit. Tucsánszki pedig ajándékba kap egy lasztit. Cifra aztán megtorpan. Kredlikova földre kerül, van most itt minden, Cifra viszont góltő. A második találata most egyhuzamban Cifrának. Ezúttal is Zácsik találta meg Szulland, illetőleg Kovacsics Anikó között. 12-8. Grót. Zácsik szerez labdát, és aztán kerül a földre. Lehet, hogy kapott egy medvepuszit. Szucsánszki inkább meg is várja, amíg fel kell. Igen, a Tamorim azért térdel kicsit megkóstolta őt. De nem volt ebben semmiféle szándékosság, rossz mozdulat Cifra. Meg itt eredményes beállóból. Nagyon fője volt Cifra Anita. 12-9. Tamorim közben már a túloldalon, Kovacsics helyzetben, és gól. Az első találata ezen a mérkőzésen Kovacsics Anikónak. Kovacsics Mónika pedig nagyszerűen visszaúzta a kezét, nem akart kiállítást, ez pedig egy gyönyörű átemelés. És büntető lesz. Grimsbő helyére pedig érkezik Kicséva a heteshez. Itt, ahogy Kovacsics Anikó belépett, mondjuk ott penával vívtak némi csatát ennek érdekében. Szucsánszki kezében a labda, és Kicséva tehát vele szemben. Mellé dobja a Szucsánszki. Egy újabb elhibázott 7 méteres a ferencvárosiaknál. Hát ez most már azt hiszem a harmadik, amit nem váltottak gólra. Így pedig marad a 4 gólos különbség, Grimsbő pedig már természetesen vissza is jött kis helyére. Amorim nem vállalta el, inkább egy cselt követően próbálkozott volna, és marad is nála a labda. Cifra próbálja buzdítani közben a Szekerest. Hát itt volt csata rendesen. Grót. Amorim, az nagy passz. Kovacsics, ez is bent van. Mintaszerű akció most a győriektől. Óriási átadás ez a Braziltól. Kovacsics Anikó pedig egyről a kettőre vált. Pera. Zácsik. Két kézzel támasztják őt, Pera nem tud lőni, elképesztő egyébként, ahogy őt is kikapcsolják, és gyakorlatilag egyszer sem volt helyzete ezen a találkozón Nerea Penának. Nincs is gólja még a találkozón, nem meglepő módon. Zácsik próbálna lefordulni, aztán átgyalogoltak Zácsikon, nincs kiállítás azonban. A bíró keze még engedik. Pena gyorsít föl, Kovacsics Mónika gól. Ez most már az utolsó utáni pillanatban történt, amikor még nem emelték fel a kezüket. Pontosabban emelték a kezüket, de nem fújták le. Nedlikova, ez is bent van. Úgy tűnik, hogy a második félidő gól gazdagabb lesz, mint az első. Legalábbis egyelőre, ahogy belekezdenek a csapatok. 15-10 a Győrnek. Pena. Szucsánszki megy föl, Grimsbő megint. Parádésan ért le ezúttal a bal alsóra. Szulland. Amorimnak készíti elő Löke. De inkább le a szélre, mellé. Nedlikova ezúttal nem tudja növelni góljainak számát. Szucsánszki közben már a túloldalon, Zácsik egy jó testcselt követően megverte ellenfelét Brokot. Aki aztán már figyel, hogy
ne lehessen átlövésekkel operálni. Hornyák jön majd a Ferencvárosba hamarosan. Zácsik. Megint Brock az, aki kilép rá. Szucsánszki. Zácsik, és bemegy valahogy. Szekény Grimsbő. Elment a másik irányba a norvég, de még vissza tudott nyúlni. Ezért a kis vigyor Zácsik Szandra arcán. Valahogy csak bepattant. 15-11. Lőke kapja, de hát három fehérmezes is ott van a környékén. Lőke egyébként elképesztően dühös, mondjuk nagyon szereti is ezt csinálni, bosszantani egy picit az ellenfelet, és a játékvezetőkre is hatást gyakorolni, de hát láthattuk, hogy ahogy nála volt a labda, egyből hárman vették őt körbe, Amorim pedig egy egészen fenomenális megoldással a második gólját jegyzi a meccsen. Nemrégiben plusz 3 éves szerződést kötött a Győrrel, izgulhattak az Eto'o drukkerei, hogy marad-e vagy sem, de ő bejelentette, hogy rendkívül jól érzi magát. 2009 óta szolgálja már a Győrt Eduard Amorim, és esze ágában sincs máshova menni, úgyhogy majd az ő szempontjából a saját rendezésű Riói olimpiát követően is 3 évig marad még a Győr színeiben. Közben törölni kell. Itt most Szucsánszkit vették körbe. Pena. Kovacsic most lép ki csak a szélre. Kicsit besűrösödött oda a mezőny középtájtra. Pena. Pena megy föl, Grimsbő könnyedén. Kovacsic a kipattanóval, ez már bent van. Ez még simán ment. Aztán Kovacsic Mónikának volt szerencséje, és jókor volt jó helyen, már a negyedik találatát szerezte. Eltelt a második játékrész harmada is. Továbbra is ez a 4-5 gól a különbség a két csapat között. Lökét kitolták, ennek ellenére nem fújnak a játékvezetők, Sacül viszont gólt szerez. Az első találata a szezon elején Érdről érkező Sacül Nadinnak ezen a mérkőzésen. Hát ott azért nem biztos, hogy szabályosan jártak el Heidi Lökével szemben. Györbic a pályán ismét. És ez most már valóban egy 2 perces kiállítás. Zácsikot küldik le a játékvezetők. Teljesen jogos, leendő csapattársát, Kovacsics Anikót két kézzel vitte le a földre, próbálta megállítani, még a torkát is megragadta. Megint Győri hetes, Tomásevics pedig az elsőben védett egyet, ezúttal is neki kellene helytállni a Görbiccel szemben. Ezúttal viszont megint Görbic Anita győz. Görbic Anita! 5 gólos Görbic Anita. 8 kísérletből legeredményesebb Győri. A túloldalon Cifrának és Kovacsic Mónikának van 4 találata. Ember hátrányban a Fradi. Szucsánszki, nincs belemenés, sőt büntető van belőle. Nem hiszem, hogy a bírókat annyira a szívükbe zárják majd a helyiek. Ámbrasz Martin mosolya sem teljesen őszinte. Ez elsőre egyébként innen is abszolút a belemenésnek tűnt. Hát, a játékvezetők azt jelezték, hogy belül védekezett a Győr. Ezért jár a 7 méteres szerintük. Kis Éva a győri kapuban, szekercés kezében a labda, és ezt most belövi. A meccs elején kiadott egy büntető szekercés Luca. Most kis
megtáncoltatása után viszont eredményes volt. Ember hátrányból szereznek gólt a fővárosiak. Engedik még tovább a játékvezetők, és fölé száll, de ez is egy 2 perc? Igen. Cifra Anita másodszor kénytelen lebandukolni. Kettős ember hátrányba kerül a Fradi. Legalábbis 54 másodpercig így kénytelenek kézilabdázni. Ezért megcsodálhatjuk azt, hogy Heidi Löke hasán gyakorlatilag tényleg sakkozni lehetne. Viszont emiatt Cifra 2 percet pihen. Négy mezőny játékos tehát most a Ferencvárosnál. Szucsánszki egyelőre tartja a labdát valamelyest. Nagy a nyomás a közönség részéről a játékvezetőkön, hogy mikor lesz igazán passzív, de kettős ember hátrányból is gólt szerez a Fradi. Kovacsics Mónika 5. találata. Szucsánszkitól kapja a paszt, remek gól, 17-15, 2-re jön fel a Fradi, Ambrosz Martin időt kér. The breaking through in that side, offering really clear the middle. Before in 8 meters and not breaking through that side and this way. Okay? Really important. And also the pivot. Let them shooting from outside if they want, but not from 6. Okay? In attack, when we are 6 against 6, if they press by the second wing, you can run without wall and back players go directly to these spaces and good answer after. Now we are 2 more players directly, okay? Directly and calm when you go to shoot. Come on, guys, go! Természetesen nagy az elszántság a győrieknél, és egyébként ugye Ambrosz Martin neve is hát ott volt abban a bizonyos kiskosárban, ahonnan kiválasztották végül Rasmussent, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitányának. Ezzel kapcsolatosan Pálinger Katalin például a mai Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, hogy nem szeretné sem megerősíteni, sem cápolni azokat a híreket, hogy Rasmussen mellett Ambrosz Martin volt a másik igazi jelöltje a szövetségnek. Viszont annyit mondana ezzel kapcsolatosan, hogy így szerinte a mostani kézilabdázás 2 legjobb edzője is Magyarországon dolgozik. Hát a világ egyik legjobb játékosa pedig továbbra is Görbic Anita. 6 gólos immáron ezen a találkozón. 2005-ben ugye meg is választották őt a világ legjobb kézilabdázó nőjének, mármint Görbic Anitát, 9-szeres bajnok és 11-szeres kupagyőztes. A jubileumi 10. bajnoki címére hajt az Etóval. Szucsánszki. Most már csak 1-szeres ember hátrány van a Fradi. Penám. Szépen lépett ki rá Brock. Zácsik. Fenn a játékvezető keze. Löke öleli át Zácsikot. Viszont ezt nagyon hamar kapura kell küldeni, különben el fogják venni a labdát a játékvezetők. Zácsik teszi ezt meg. Brock gyakorlatilag 3 centit emelkedett a földről, de így is könnyedén blokkolt és sáncolt. Görbic, Amorin még 7 másodperc a kiállításból, és belemenést ítélnek Brockkal szemben. Sacül esett el a földre. Mutatja a játékvezető, hogy nyugi, én mindent látok. És kiegészül az FTC. Ina Amorin passza, akit mondjuk a nyakánál fogva tolta a répzácsik. Nagyon sok kétes szituáció van, nagyon nehéz dolguk van azért a játékvezetőnek, azt tegyük hozzá. Cifra Anita pedig szépen lassan már 5 gólos lett. Ahhoz képest, hogy az elsőben mindössze egyetlen találatot tudott jegyezni. Most a második félidőben valahogy megtalálják őt a labdák. Elsősorban az Ácsiktól kapja a kiváló átadásokat. 2 gólra megint csak följön a Fradi. Löke, ez is gól.
esik ki a második találata, mármint Heidi Lökének. Őt Kovacsics Anikó találta meg éppen a hatos vonala előtt. Az egyik legmotiváltabb játékosa még mindig a Győrnek. Abszolút nem vonom kétségbe senkinek persze a hozzáállását, de az ő arcán mindig teljes extázis látható. Ahogy most Sacil Nadinén pedig az öröm, legalábbis egy-egy szikrája. Na, maradt azért mosoly. Neki a második gólja. A Szekeres Klárával egyetemben érkeztek Érdről a ferencvárosi csapatba. Szulant éppen Szekeres tor rajta egyet, aztán hoppá, az lehet, hogy lerántás volt Hornyáknál. Amorim, óriási gól! Föl a bal felsőbe. Pazar mozdulat. Szekeres lett volna a sáncoló, Szikora pedig elment a másik irányba. Hornyák pedig az előbb összeütközött egy picit az egyik győri hölgyel, és emiatt fájlalta is a pokáját, úgyhogy ott ül most az FTC kispadján, és nem tűnik 100%-ig egészségesnek. Itt pedig, ahogy Szucsászki négy zöldfehérmezes gyűrűjében próbálkozott meg a lehetetlennel. Penám. Le a szélre. Nem lehetett most bemenni. Brock figyel Szucsánszkira. A másik szél aztán Kovacsics, gól. Hát egyelőre Cifra, illetve Kovacsics Mónika azok, akik a gólok többségét jegyzik a Ferencvárosnál. 18-ból 11-et is ők szereztek, ha jól számolom. Örök helyére pedig természetesen jön támadásba Szulant. Ő volt az, aki még a Magyar Kupa 4-es döntő előtt azt nyilatkozta a győri honlapnak, hogy számára most jön az igazi tét és kihívásos időszak, mert igazán fejlődni csak jó csapatok ellen lehet, ezért is imád állandóan jó játékosok és remek együttesek ellen szerepelni. Orbán pedig szélről meglövi az újabb találatát. Szikora nem tudta időben összezárni a lábait. Szucsánszki, megint próbálják nagyon kiszorítani a ferencvárosiakat a hazaiak. Már ott a szakadott környékén jön ki Brock, jön ki Löke. Most Kovacsics is ezt teszi. Szucsánszki, ó, de nagy gól! Valahogy ott aludott előtte most egy lehetőség, bár így is egy picit meglökték a levegőben, de ennél pontosabban nem nagyon lehet lőni. 21-19. A második félidő elején hosszú-hosszú ideig, gyakorlatilag az első 10 percben a 4-5 gólos különbség volt az, ami állandónak mondható. Aztán viszont inkább ez a 2-3 az, ami most egy picit beállt a mérkőzésen. Szikora véd. Egy nagy spárga tőle. És aztán Sacül a felső lécről fölfelé pattan. Egy gólra fölzárkózhatott volna a Fradi Szikora újabb bravúrját követően. És közben Kovacsics Anikó az, aki nem követi el ugyanazt a hibát, mint a társa, a harmadik gólját szerzi. Úgyhogy az egy gólos különbség helyett ismételten három közte. Szépen lassan közeledünk a meccs utolsó harmadához. Zácsi, Grimsbő. Remekül ott hagyta a lábát, és az indítása sem rossz. Görbica túloldalon kérné Grót, nem merte azonban, talán lehet, hogy csínybe ment volna az átadás. Ezért a biztosat választotta Görbic. Jön Orbán a szélre.
és természetesen Szulland is érkezik jobb átlövő pozícióba. Kovacsics. Szulland megy föl! Szép gól! Az olimpiai világ és Európa bajnok ilyen gólokkal búcsúzik a győri közönségtől. Nyilván persze ő is csak akkor lenne igazán elégedett, hogyha az együttese nyerne majd. Pena. Zácsi Grimsbő! Szucsánszki lövését hatástalanította, és a lerohanást követően megint Löke az, aki egy indítás gólt szerez. Ez most egy annyira tipikus győri gól. Grimsbő véd, Löke gólt lő. Elek Gábor időt kér 24-19-nél. Semmi baj nincsen! Annyit változtatunk! Zani és a Nere jön támadásból, Bono ott van kettesben, Zizi jön vissza ide kettesben, jó? Ugye ide, csak a 38-akat hozzák, semmi más nincs benne, csak a 38. Szűkítsük beljebb egy picit a kettesek, próbáljunk bele nyúlkálni. Tehát csináljuk már meg azt a misikén, amikor hozzá, hogy visszalépek és megpróbálom elvinni ott a Szulland elől a labdát. Vagy a másik oldalon az Amori elől a labdát, jó? Támadó játékban jó a türelmes játék. Megjöhetnek a futók, Moni Pirot. Jó, türelmes játék is, jöjjenek a futók. Gyerekek, jobb átlövőből átlövőjük, jó? Találd el, semmi más nem kell. Jobb szélről, jobb kézzel beugrat, keresztbe lőjük, jó? Gyerünk! Gyerünk, csajok! Csajok! Milyen van még ide? Jó, gyerünk, eddig kurva jól, most csináljuk meg, jól, vissza kell jönni megint 2-3-ra, gyerünk! 2-3! Elek Gábor viszonylag elégedett az etiki produkcióval. Egy sajátos jelzőt használ, de hát azt hiszem, hogy ilyenkor azért a felfokozott idegállapotban ez természetes. Az viszont tény, hogy ismételten a nyugodtsághoz próbált nyúlni, illetve nyugtatni próbálta az övéte, hogy az első félidőben is tette azt, ugye azt hiszem 4-0-ás győri vezetésnél kért időt először. És most, amikor a Fradi hosszú-hosszú perceken keresztül ott volt 2-3 gól környékén, akkor ezúttal ismételten azért küzd, hogy 4-re jöjjön föl. Ezek most döntő percek lehetnek, mert hogyha a Győr meg tudja ezt az előnyét tartani, és adott esetben tovább növeli, akkor azért a hajrában úgy játszani, hogy ők vannak előnyben, az akár egy nagyobb győzelemhez is vezethet majd. Közben Cifrát terítették le majdnem. Zácsi, fenn a játékvezető keze, még egy szabaddobás az, ami belefér. És 9 perc a hátra lévő idő a meccsből. A kettesek védekezésével nem volt teljes mértékben elégedett, illetve ugye Misikére, ki Kovacsics Anikó jelöli, az ő beceneve ez, ráhívta föl a figyelmet. Na nézzük, mi lesz akkor ebből a szabad dobásból. Zácsik megy föl, Amorim könnyedén van a induló ember. Löke már is ott van a hatos környékén beállóban. Hihetetlen sebességgel ér föl minden egyes alkalommal. Amorim. Löke nem tudja összeszedni, és nem fújnak a játékvezetők. Most a norvég sem reklamál. Zácsik a szélén teljesen üresen sacül. Zácsikra azonban odaütött Brock. Pena. Le a szélre, Kovacsics, Mónika, ez is gól. Megkérdezte tőle ugye Elek Gábor az időkérés során, hogy Móni, bírod-e? Nem feltétlenül volt őszinte a válasz, de úgy immel-ámmal azért bólintott Kovacsics Mónika. Látszik rajta, hogy rengeteget dolgozik ezen a mérkőzésen is. A 7. gólja. Cifra, az mindenféleképpen egy szabad dobás, ahogy kilépett ott Nike Grótra. Hornyák figyel Kovacsicsra, Görvisz most a szélen.
Ez is szabad dobás. Melyik csapat bírja majd jobban a végét? Hamarosan már ez lesz a kérdés. Illetve mondjuk, hogy esetleg bevetnek-e még valamit, vagy valakit a mesterek. Szikora indítása, Kovacsics Mónika Groth vele szemben, 7 méteres. Attól mondjuk itt a távolabb lett volna. Hát... Érdekes ítélet. A szaggatott környékén indult még egyébként a szabálytalanság, utána estek csak félig be egyébként a hatoson belülre. Ettől függetlenül megint szekercés próbálkozhat, belövi. Grimsbő jobb keze mellett, 24-21. Kovacsics. Meleg Gábor ott közben jelzi, hogy mindenki tegye föl a kezét. Szükség van a blokkokra és a sáncokra. Hornyák nagyon kemény, határozott védekezés most Amorimmal szemben. Ugyanezt teszi aztán Grottal szemben is. Kovacsics ijesztget. Görbic a szélről. Szikora véd! A 12. védése Szikora Melindának. Pene közben a túloldalon, akinek továbbra sincs még gólja ezen a mérkőzésen, ami hihetetlen teljesítmény a győriektől, és nagyon visszafogott tőle. Az egyik méregfogát kiúzták azért most a Fradinak vele. Rengetegszer olyan helyzetbe kényszerítik őt, ahonnan már nem igazán tud normális módon kapura fordulni, és most a passza sem jó Cifrának. Fordulhat az Eto, Görbic a szélén ismét, nem jön ki a mozdulat, és mi lesz ebből büntető? Szikora ugyan elsőre védett, aztán viszont úgy ítélték meg, hogy az ácsik volt a szabálytalan, ez egy parádés mozdulat, de a védét is szenzációs Szikorától. És aztán benyúlt még a hatoson belülre ott a győri, Brock egészen pontosan, össze ölelkeztek ott Szikorával és Zácsikkal. Büntető lett a vége, megint jön Tomásevics. Görbic. Fel a bal felsőbe. A 7. gólja Görbic Anitának. 5 perc van hátra még a döntő első mérkőzéséből. 4 góllal vezet a Győr. Pena. Ez most bent van. Az első gólya Nerel Penának a meccsen. A Magyar Kupa elődöntőben pedig ő volt a legeredményesebb játékosa az FTC-nek a maga 6 találatával. Most közel 25,5 percet kellett várni az első góljára. Orbán van a jobb szélen, a győrieknél Görbic pedig marad balon. Orbán most indítja a figurát, Amorim, Szikora kap bele, de szabad dobás lesz. És most már megállítják a játékvezetők az órát. Igen, itt Cifra volt az, aki megkínálta egy kicsit a brazilt. Görvic ezúttal nem tudott befutni, Kovacsics figyelt rá kellőképpen. Groth gól! Átlövésből eredményes Nike Groth. Ott bizony volt egy rés, és bár Szikora is érezte az irányt, mire odaemelte a lábát már, csak a hálóból tudta kiszedni. Négy gól közte.
Ez a 3-4 gól, ez pont egy olyan különbség lenne, amivel nem feltétlenül lenne a leginkább elégedett a Győr. Nyilván jobb, mint az 1-2 értelemszerűen. De nem számítana annyira nagynak. A Fradi célja pedig nem lehet más a hátralévő időben, mint esetleg kozmetikázni ezt 2-3-ra. Persze csak akkor, hogyha de játékosa egészséges marad. Szucsánszki, de rosszul ért talajt. Nagyon beütötte a fejét. Nem rossz Martin magánya, és hamarosan még mindig ott egy időkérés nála. Szucsánszki pedig úgy tűnik, hogy felépült. Egy egyes figurát mutat Szucsánszki, nem kér cserét most ő sem. Pena. Még nem passzív, bármennyire is szeretné a győri közönség. Pena valahogy áthámozza magát, aztán kénytelen visszafordulni. Most már viszont passzív Szucsánszki. Szabad dobást kap. Zácsik be tud menni, esélytelen. Azonnal kilépett rá Brock és Löcker. Viszont ez most már tényleg az utolsó lehetőség lehet. Cifra még mindig nem veszik el a játékvezetők. A közel 4000 ember legnagyobb felháborodására. Pena a kapufáról jön ki, és aztán még majdnem gólt szerzett a Fradi. Amorim előre. Görbic. Löke csinálja neki a helyet. Aztán le a szélre. Orbán nem tud bemenni. Ambrosz Martin mutatja, hogy nyugi, ne kapkodjatok. 4 góllal vezet a Győr, amikor megkezdődik az utolsó 120 másodperc a találkozón. A hazai közönség is ismételten kitesz magáért, és ez még nem a szép volt csajok buzdítás, hanem a gyerünk csajok. Ambrosz Martin azonban lehűti a kedélyeket, és időt kér. Mit forgathat a fejében? Gyere, meg tudjuk. Yes, if you play this, remember that Zach Szucsánszki will, yes. Okay, the most important is go directly to the goal. Whatever situation, and probably pressing from the second and from the wing. So keep calm, if they go pressing, foul, if not, push a bit, and also 2 minutes is important to get, okay? Next defense, really strong with the favorite players, okay? Come on! Elsősorban azért ő is nyugodtságra intette az üvéit, de ezt hangsúlyozták a mérkőzést megelőzően is, mind a két csapatnál, hogy nem szeretnék elfutni magukat, hogy a másik együttes esetleg sok lerohanás gólt tudjon majd szerezni. Kevesebb, mint 2 perce maradt az együtteseknek, hogy kialakítsák a végeredményt. Nagyon vékony határon mozog ez a 4 gólos különbség. Groth. Amorim. Lökire most borzasztóan figyel ott Szekeres. Groth. Amorim le a szélre, Görbic nagy helyzetben. Szikora véd! A 14. védése Szikora Melindának. Görbic pedig megnézte magának, de ott marad Szikora Melinda teste, és aztán azzal hárít. Zácsik. Penám. Szucsánszki most indul a keresztmozgás. Aztán Cifra inkább marad középen. Pena, Cifra nem tudja átvenni a labdát. Ez is nagy lehetőség volt, csak úgy, mint az előbb a Győri. De a hazaiaknak lesz még egy támadása biztosan, hiszen hátra van még 45 másodperc a mérkőzésből. Groth. Löke ott van középen, itt most már
Talán az utolsó támadást látjuk majd. Attól függ persze, milyen gyorsan végzik ezt el, és hogy miként szabálytalankodnak esetleg a ferencvárosiak, és lesz szabad dobás. Még 20 másodperc van hátra. Lökinek nem jó a bejátszás, Szekeres kapott közbe. Fenn a játékvezetők keze. Groth lövi el, Szikora vét megint. 15, és van még hátra 10 másodperc, az meg belemenés. Grothot küldik le. Ezt még Amrosz Martin sem hagyja szó nélkül, és bemegy a pályára. Aztán ellöki a saját játékosát, hogy ne ő reklamáljon, hanem majd megteszi ezt ő személyesen. Hát Szucsánszki egyértelműen belefordult az emberébe, Elek Gábor pedig időt kér közben. Én beállok, kifelé húzás, jó? Én vagyok kettős, merek közép. Oké, merek közép, Szandi jobbát lövő. Egyes, kettes között van a Rea. Szárás, szárás. Igen. Egyes, kettes között az ered. Ha van a kuka, kettes, hármas között. Egyes, kettes. Jó, jó, jó. Nem így, hanem szárás. Jó. Egy a ki. Rea egy. Ide egyes, kettes. Ide egyes, kettes a Rea. Oda kettes, hármas a cipi. Jó. Szárás, ne legyen. Jó. Kifelé húzás, és nézzet, hogy mi történt. Jó, nem. Ketrárom. Hát nagyon érdekesen alakul itt a találkozó vége. Ambrosz Mártin is természetesen elmondta a magáét az övéinek. Elek Gábor pedig leviszi Szikorát, és Mészáros Reán ott van a piros megkülönböztetett trikó. 7 darab másodperce maradt a Fradinak arra, hogy kicsit közelebb férkőzön a Győrhöz. Penáb Rock lép ki rá. Eladopja Görbic a labdát, üres a kapu, Görbic! Gól, de nem érvényes. Ennek ellenére nyer a Győr természetesen, magabiztosan azt lehet mondani, hogy a győzelemhez nem férhetett kétség az Eto'nak a részéről. 26-22-re győz Ambrosz Martin együttese a Ferencváros ellen a női kézilabda fináléjának az első találkozóján. Ez a 4 gól, ezt hamarosan meghallgathatjuk majd, hogy mennyire lehet elég, mennyire elégedett ezzel a két vezetőedző. Ez egy pont határeseten lévő 4 gólos különbség. Egyébként más kérdés, hogy itt alakulatot van itt az utolsó 15 másodpercben, ez úgy is, hogy 3-má olvad, vagy esetleg Görvic révén ugye 5 lesz belőle. Jobban kezdte sokkal a mérkőzést egyébként a győri csapat 4-0-val. Na de hogy hogyan látta Elek Gábor a találkozót, azt már is megtudhatjuk. Kovács Róberté a szó. Köszönöm szépen, kedves nézőink, amint láthatták, túlfűtött hangulatú, egészen elképesztő döntőt láthatunk, legalábbis az első mérkőzést, de hogy a Ferencváros szempontjából hogyan alakult ez a finálé, Elek Gábortól kérdezem. 14. percben lőttétek az első gólt, viszont kettős ember hátrányból is szereztetek találatot a másik félidőben, volt nagy hullámzás, a végeredménye mennyiben vagy elégedett? Én azt gondolom, hogy mérkőzés, tehát adtunk 14 perc előnyt az Eto'nak, tehát ezt feltétlenül így gondolom. Viszont nagyon nagyot harcoltunk és küzdöttünk, tehát egyértelműen a lerohanás gólokat szerintem most oldottuk meg a legjobban. De tehát mindenképpen hiányérzet bennem az az első negyed óra, amit nagyon-nagyon gyáván kezdtünk el. Tehát ilyen teljesen helyzetekig sem nagyon jutottunk, vagy helyzetekig. Pont a Csabát 2 hetes, meg egy indítászicert kihagytunk, tehát ez nagyon sokba kerülhet nekünk a későbbiekben. De összességében onnantól maximálisan elégedett vagyok a csapatommal. Ha ez az utolsó néhány másodperc dönti el a bajnoki cím sorsát, akkor mennyire lesznek idegesek a Népligetben, hiszen itt óriási lehetőség volt arra, hogy esetleg 3 gólos legyen a különbség. Ez már ilyenkor kármentés, tehát nem tudok erre más mondani. Tehát megpróbáltuk, hogy itt 7 az 5-be, nagyon nagy baj, hogy ezt eladtuk ezt a labdát, mert ebben több lehetőség lett volna. Hát végül is ezt örülhetünk, hogy nem kaptunk gólt belőle. Elek Gábornak köszönjük szépen, és további sikeresebb folytatást kívánunk. Kedves nézőink, a győri hölgyek most egyelőre megköszönik a bíztatást a szurkolótábornak, és Ambrosz Martin előbb egy kézmozdulattal jelezte, hogy ebben a túlfűtött idegállapotban nem szívesen nyilatkozik, de megpróbáljuk most még egyszer, hát ha sikerül. Azt hiszem, itt van Ambrosz Martin már mellettünk. Ambrosz,
First of all, congratulations for the victory. What does that mean? This 4-goal advantage could be acceptable, relaxing. Szóval ez a 4 gólos előny elég lehet? I think after a good game in the first half, where we control everything with fantastic defense, in the second half we didn't find solution in our defense. We lost our strength in defense. And when you do this again, a team like Ferencváros, who are really well, who really good in attack, you have problems. Play attack, attack with them. We are more or less the same, and we have to keep our power in defense. We want to beat them by more goals. Hát az első fél időben kontrollálták a mérkőzést a győriek, minden kézben volt, minden rendben volt, aztán a második fél időben változtatott a Ferencváros, olyan játékot hozott, amelyre a legnagyobb rivális képes lehet, és ebben a ritmusban hibázott a Győr is, de természetesen azért összességében elégedett a csapattal, ez a 4 gól elég lehet. How about these last few seconds, few minutes, you seem to be really, really angry, egy picit ideges volt az utolsó másodpercekben. I ask just fair play, fair play. We didn't have fair play in the Champions League in the Final Four, and I hope now in the Hungarian, because we are Hungarian, we are a team from Hungary, I just want and ask fair play. Only this for everybody, okay? Only this for everybody. Muchas gracias. The team play. Muchas gracias. Azt hiszem, jól hallották, hogy a Bajnokok Ligája után itt a Magyar Bajnokságban is fair play-t, tiszta szellemiséget kér mindenkitől, és hagyják a csapatát, a játékosait játszani. Elég markáns és karakán véleményt hallottunk tehát a győriek vezetőedzőjétől, a 4 gólos előny pedig talán elégnek tartja a visszavágóra. Ezt majd meglátjuk jövő héten. Kedves nézőink, a hétfői Kézilabda magazinban láthatnak majd több interjút a főszereplőkkel, a játékosokkal is. Most megköszönöm minden a helyszínről a szót, és adom a stúdiónak. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden munkatársam nevében innen Győrből megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!